cseresznyelegyek elleni kezelés két részből áll. Először a lombkorona alatt élő lárvákat pusztítjuk el egy rovarölő gombával. Ez az Artis Pro. 20 g-ot használunk 100 négyzetméteres területre, ezt permetezővel juttatjuk ki, majd alaposan beöntözzük, hogy be tudjon kerülni a talajnak abba a szintjébe, ahol ezek a lárvák élnek. Ezt tavasszal, április közepétől június közepéig végezzük el. Második lépésben kihelyezzük a speciális ragadós lapokat, cseresznyelegyek elleni ragadós lapok. Azért fontos, hogy ezt használjuk, mert ebbe nagyon kis mennyiségben ragadhatnak csak bele hasznos rovarok. Úgy tudjuk elérni, hogy egyrészt más a színe, mint az általános sárga ragadós lapoknak, kevésbé vonza a hasznos rovarokat. Másrészt összehajtjuk őket egy félcsőbe, két luk van a két ellentétes oldalán, összehajtjuk egy félcsőbe, úgy, hogy mindig a külső oldala legyen ragadós, és ezt felhelyezzük a fára. A berepülő cseresznyelegyek ellen véd. Minél inkább a felső régióba tesszük, annál nagyobb a védelem, és minél többet helyezünk ki egy fára, annál erősebb védelmet tudunk nyújtani a cseresznyéknek. Ami nagyon fontos, hogy a hasznos élő szervezetek érdekében csak addig tegyük föl, ameddig meg nem érik a cseresznye. Utána távolítsuk el, és dobjuk ki. Keresse termékeinket a biokiskert.hu webáruházban.